Na, a Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket. Az elmúlt két év kormányzati intézkedéseit értékelte az MSZP megyei szervezete. Az ellenzéki párt szerint az elmúlt időszak félelmet és szegénységet hozott az embereknek. A kormány ígéretei nem teljesültek, a gazdaság hanyatlik, és a kétharmados többség fokozatosan leépítette a demokráciát Magyarországon, hangzott el a Nyíregyházi tájékoztatón. Gyászszalagot tűzött magára az MSZP megyei alelnöke. A csodavárás nem teljesült, kezdte értékelését Halmi József. Ezért a szocialisták május 29-ét gyásznappá nyilvánították. Ekkor kezdte meg tevékenységét két évvel ezelőtt az új Orbán kormány. A politikus szerint a kormány két éves tevékenységét a folyamatos kudarcok jellemezték, amelynek legnagyobb vesztesei az egyszerű emberek. Példaként említette, hogy a választási ígéretekben adócsökkentésről beszéltek, ehelyett több új adó nem került bevezetésre az elmúlt időszakban. A közmunka átalakításával éhbérért dolgoznak az emberek, és a szociális ellátásokat is megkurtították. A szocialisták szerint nincs olyan csoportja a társadalomnak, amelyet nem ért volna valamilyen sérelem. Sikerült nekik 4 millió kordus országát csinálni Magyarországból, és ők, akik mindig büszkék voltak magyarságukra, a magyar emberekre, a magyar emberek ellen tesznek, olyan intézkedéseket hoznak, ami lebontja a demokráciát, kiépíti a diktatúrát, és nem számít nekik maga az ember, egy számít ő maguk és a csapatuk. A politikus szerint a kormány gazdaságpolitikája kudarcot vallott, és a megszorítások nem jártak eredménnyel. Mindössze annyi történt, hogy még rosszabbul élnek az emberek. Fokozatlan igaz ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, ahol továbbra is jelentős a munkanélküliség. Az emberek többsége mindennapi megélhetési gondokkal küzd. Az ellenzéki politikus szerint az csak tovább nehezíti a helyzetet, hogy Magyarország külföldi kapcsolatai is megromlott az átgondolatlan intézkedések miatt. Az MSZP tájékoztatóján elhangzottakra Tilki Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője a következőket reagálta. Az összödi beszéd után nem lehet komolyan venni a szocialistákat, de nézzük igazából a tényeket. Gyurcsány korszakban a szocialisták rákényszerítették az embereket, hogy tőzsdén spekuláló milliárdosoknak adják a pénzüket a magánnyugdíjpénztári tagonként. Mi ezt megszüntettük, az ötelező magányugdíj pénztári tagságot, ezzel gyakorlatilag ugye megszüntettük azt is, hogy közel 2000 forintot vettek ki minden magányugdíj pénztári tag zsebéből a szocialisták. Sikerült megtartani a nyugdíjak reálértékét. Munkát nézzük, a közmunkaprogramot vagy startmunkaprogramot, de mennyivel másabb a helyzet, hogy korábban 28.500 forintos segélyért dolgoztak az emberek, most viszont a startmunkaprogram keretében 71.800 forintért dolgozhatnak. Ez 2012-ben azt jelenti, hogy 200.000 embernek ad munkát az állam, amire 132 milliárd forint áll a rendelkezésre.